Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! 1981. júniusában írták le először azt a különös kórképet, amely az első éces megbetegedést jelentette. Ma a világon körülbelül 36 millió HIV pozitív ember él. December 1-e az AIDS világnapja. Napjainkban az AIDS elkerülésére egyetlen mód van, a megelőzés. A betegség fertőzött lérrel is terjedhet. De mit tesznek azért, hogy ez ne fordulhasson elő? Minden egyes véradó, ha többször is ad egy évben, minden egyes véradó után a lehetséges legkorszerűbb módszerrel levizsgált. Ez a vizsgálat a vérellátó szolgálatok keretén belül 1986. június 1-je óta általános. Csak összehasonlításképpen 85-ben kezdődött a világban a rendszeres, rutinszerű étszűrés a véradók között, tehát a magyar egészségügyi kormányzat gyakorlatilag semmiben sem maradt el a tőlünk nyugatra dolgozó kollégáktól. Ha a HIV vírus bekerül a szervezetbe, a segítő T-limfocitát a bejutott vírus szaporodása után elpusztulnak. Ennek következtében az immunrendszer nem tud a kórokozó mikroorganizmusok, a különböző daganatellenes sejtek ellen védekezni. Milyen teszt segítségével lehet kimutatni a HIV fertőzést? A szűrővizsgálat, amelyet egy országos elbírálás alapján a szakmai grémium döntése alapján használunk, az Abbott harmadik generációs tesztje. Ez gyakorlatilag valamennyi szubtípust, ami, tehát az így variációt, ami Európában előfordul, vizsgálni képes. Sajnos van olyan időszak, amikor még a fertőzés nem mutatható ki, de a vírus már jelen van a szervezetben. Az az időszak, ami a fertőzés pillanatától ennek az ellenreakciónak, videkezési reakciónak a kialakulásáig eltelik, ez eléggé változatos, részben egyéntől is függ, de 6-7, illetve 3 hónap között lehet mondani ezt az időt. Egy problémára szeretném felhívni a figyelmet, sajnálatos módon Pécset az anonim AIDS szűrés lehetősége megszűnt, és félünk attól, hogy azok, akik eddig oda mentek, mert tudták magukról, hogy rizikócsoportba tartoznak, tudják azt is, hogy véradás kapcsán biztos megcsináljuk a tesztet. Nagyon kérjük az embereket, hogy ezért ne adjanak vért. Az AIDS terjedésében az emberi felelőtlenség játssza a legnagyobb szerepet. Azonban az egészségügyi felvilágosítást, a szűrővizsgálatok biztosítása, a fertőzöttek ellátása már a társadalom felelőssége. Az AIDS világnapjához kapcsolódóan, mint szerte az országban, Pécset is szerveztek felvilágosító programokat. Többek között az 508-as számú szakmunkásképző intézetben, hiszen mint az a felmérésekből kiderült, a kellő ismeretek hiányában a legveszélyeztetettebb a középiskolás korosztály. Magyarország egyelőre még az enyhén fertőzött országok közé tartozik. Az anonim szűrés megszűntével csak becsléseink lehetnek a HIV fertőzöttek számáról. A szakemberek 3-4 ezer főre teszik számukat. Az AIDS legújabb hulláma Kelet-Európát fenyegeti, elsősorban az intravénás kábítószer használat elterjedése miatt, így egyre fontosabb a felvilágosítása, megelőzés, főként a középiskolás korosztálynál. Az ország, hogy talán így rossz szóval mondjam, Európába készül, és az európai adatok 95-97 évben egyértelműek, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály Európában, az Európai Unióban a gyermekek. Ott fordul elő az AIDS a korosztályra vetítve a legmagasabb számban, megelőzve a 20-49 év közötti korosztályt is. Az 508-as szakmunkásképző intézet tanuló létszámát tekintve 1760 diák tanul itt, második legnagyobb a megyében. Így nem véletlen, hogy az AIDS elleni világnap egyik legnagyobb pécsi rendezvényére itt került sor. A nagy létszám is indokolja, de ezen túlmenően ez a korosztály indokolja elsősorban, hogy ilyen nagy rendezvénynek helyt adtunk, ugyanis ez a korosztály az, amelyik felvilágosítással még megelőzheti a bajt. Ennek a korosztálynak a szexuális szokásai még nem alakultak ki, tehát azzal az ismeret átadással, ami itt a mai napon is történik, talán sikerül jó irányba befolyásolnunk a gyerekeinket.
A rendezvényen a filmvetítések, kötetlen beszélgetések mellett átadták az AIDS elleni világnap rajzpályázat díjait is. A megyei ANTS a jövőben rendszeressé kívánja tenni a programot. Tegnap vette kezdetét a Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Intézete szervezésében az első magyar politikai konferencia Változó világ, átalakuló politikai földrajz címmel. Egy úttörő kezdeményezésnek lehetünk tanúi részesei. Miért jött létre ez a konferencia? Mi célból? Abból a célból, hogy ide kössük Pécshez ezt az országos kezdeményezést. Ezt föl kell vállalni, fel is vállaljuk. És érzékelhető, hogy ahogy a politika egyre inkább valóban közügyekkel való foglalkozássá lesz, a politikai földrajz iránti érdeklődés növekszik. Világszerte így van, ezért összehívni először Magyarországon egy politikai földrajzzal foglalkozó konferenciáját egy mindenképpen egy jó helyzetfelismerésről tanúskodó valami. A konferencia nyitó előadásában Kovács László frakcióvezető a politikai integráció kérdéskörével kapcsolatosan többek között az Európai Unióval való csatlakozásunk feltételeiről is beszélt. Össze kell hangolni a magyar jogrendet az Európai Unió jogrendjével, tehát át kell vennünk az uniós előírásokat minden területen. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem áll Magyarország érdekével ellentétben, hiszen ha mi átvesszük ezeket a normákat, akkor azt jelenti, hogy Magyarország fejlettebb lesz, mint jelenleg, megfelel azoknak a szigorú követelményeknek a környezetvédelemtől a közlekedésen át minden területen, amely az unió országaiban elfogadott. Ohiói egyetemisták már 9. alkalommal vendégeskednek Pécsett az egyetem közgazdaságtudományi karán. Az idei program annyival bővült, hogy közgazdászok mellett kommunikációs szakos hallgatók is érkeztek. A program célja, hogy a diákok az elmélet mellett a magyar gyakorlatot is megtapasztalják. November 28-án érkezett Pécsre az a 38 amerikai diák, akik a Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatóival közösen több cégnél végeznek gyakorlati munkát. Az 5-6 fős csoportok egy-egy vállalatnál egy meghatározott, aktuális problémán dolgoznak. Gyakorlati lehetőséget ad az itteni diákok számára, illetve az amerikai diákok számára ad egy olyan lehetőséget, hogy megismerhetik az itteni gazdasági viszonyokat, és talán jobban tudnak tájékozódni majd ezután az itteni viszonyokon. Az Ohiói Egyetem 38 kommunikáció és közgazdász hallgatóját 4 professzor kísérte el. Egyikük David Mould, aki telekommunikáció tanszéken tanít. A professzor elmondta, meglepődve tapasztalta, hogy a magyar egyetemisták milyen sok időt töltenek a tantermekben. Az amerikai oktatási rendszerben sokkal nagyobb szerepet kap az iskolán kívüli kutatómunka és a gyakorlat. Az egyik újságíró szakos hallgató Gina Long, aki gyakorlati idejét Pécsett egy rádiónál tölti. Én újságíró hallgató vagyok, de vannak itt kommunikáció és közgazdász hallgatók is, mondja Gina. Eddig megszerzett tapasztalataink alapján keressük a megoldásokat a különböző cégek problémáira. Ez a tanácsadói gyakorlat nagyszerű lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy az egyetemen szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kamatoztassák. Az amerikai diákok pedig megismerhetik a mai magyar gazdasági környezetet, a Közép-Európában kialakult sajátos piaci viszonyokat. A program kitűnő nyelvgyakorlási lehetőség is. A vállalati munka mellett a programok jó alkalmat nyújtanak arra, hogy mind az amerikai, mind a magyar diákok megismerhessék egymást, illetve országaik kultúráját. A Pécsi Erőmű RT néhány éve arculatot váltott. Igyekeznek magukat emberközelibbé tenni, és ehhez minden lehetőséget megragadnak. Egyre több olyan programot szerveznek, amely kicsiktől a nagyokig minden korosztály érdeklődésére számot tarthat. A programsorozat néhány héttel ezelőtt kezdődött a Konzumáruházban az Energiakerékpárral. Mostani akciójuk elsősorban a diákoknak, fiataloknak, pedagógusoknak szól, lehetőséget adva nekik, hogy megismerkedjenek az erőmű technológiájával és környezetvédelmi törekvéseivel. Mi az, amit itt most ők megtekinthetnek? A tegnapi nap folyamán 50 pedagógusnak adtunk egy tájékoztatást az erőmű tevékenységéről, szakmai munkájáról, és megismertettük azokkal a lehetőségekkel őket, amelyeket a tanórai oktatás során nyugodtan használhatnak.
Mindebben nagy segítséget nyújthat az a nemrégiben létrehozott bemutatóterem, amely tájékoztatást és egyben oktatási célokat is szolgál. Ennek a teremnek a használatának a lehetőségét adtuk a pedagógusoknak. Itt vagy az erőműben, amit eddig láttál, bár most végül is kihúztunk téged onnan a bemutatóteremből, azért már biztosan vannak benyomásaid róla. Milyen? Hát így gigantikusnak, szóval nagyon nagy benyomást tett rám ez a hatalmas méret, meg így még így közelebbről nem láttam, de most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szóval nekem nagyon tetszett. A programok elsősorban az érdeklődőknek szólnak, de azoknak is, akik eddig nem tudták, hogyan történik az energiatermelés. Aki ide eljön, az nyoman követheti azt a folyamatot, amint a szén villamos és hőenergiává alakul. Ünnepélyes keretek között nyitották meg tegnap délután a Pécsi Egyetemi Könyvtárban Vas István költő, műfordító hagyatéki könyvtárát. Vas István elhunyta után özvegye Szántó Piroska úgy rendelkezett, hogy a költő 8000 kötetes gyűjteménye az egyetemi könyvtár gondozásába kerüljön. Szántó Piroska számára, ahogy ő ezt leírja, Bálám Szamara és a többiek című könyvében, a könyvtár című fejezetben. Számára az volt a legfontosabb, hogy ez a gyűjtemény Vas István önarcképnél önarcképebb képe együtt maradjon, egy korpuszt alkosson. Ezt a Pécsi Egyetem és a könyvtára vállalta, és most itt van ez a gyűjtemény. Milyen könyveket jelent ez az anyag? Elképzelhetetlen gazdagság. Vas István mind az emberi történelmet, mind az emberi gondolatokat, mind az emberi érzelmeket, és főként a 20. század minden kataklizmáját átélte, kifejezte soraival, szavaival, verseivel. Ehhez tulajdonképpen háttéranyag ez a 8000 kötet. Hogyan történt a feldolgozás? Ahogy ezt Szántó Piroska rendelte, és ahogy a megállapodásban van, ez egy kutatókönyvtár lesz. Tehát gyakorlatilag ahogy a Klímó alapította a tudományos gyűjtemény, ahogy a közel egy évtizede itt lévő Hauser Arnold gyűjtemény, ugye Vas István gyűjtemény is a kutatók számára korlátozás nélkül rendelkezésre fog állni a kutatószobánkban. Az értékes hagyatékkal kapcsolatban így írt a költő özvegye. Az a bizonyosság, hogy sok-sok fiatal egyetemista és kutató keze nyúl majd a könyvekhez, ez az elképzelés nem törli el Pista eleven könyvszerető kezének az emlékét. Áldom Pécset, amiért befogadta Vas István szellemi portréját. És most kérem, hallgassák meg rövid képes beszámolónkat. Sokat fejlődött és emberközpontúbb lett a honvédség. Így jellemezte Dancsházi Gusztáv nyugdíjba menetele alkalmában rendezett búcsúztatóján a honvédség Baranya megyei hat kiegészítő parancsnokságát. Az ezredes 1962-ben vonult be a hadsereghez. A hat kiegészítő parancsnokságon az ő irányítása alatt szigorodott a katonai rend és fegyelem. Az ünnepségen áldozatkész és lelkiismeretes munkájának elismeréséért ajándékot adott át dr. Toller László polgármester és dr. Ernyes Mihály, Baranya megyei rendőrfőkapitány. Az Apácai Nevelési Központ gimnáziuma sporttagozatot hozhat létre akár már februártól. Hangzott el a Városi Közgyűlés Költségvetési Bizottságának tegnapi ülésén. A Pécs-Bogányi repülőtér működési keretigényének tárgyalását elnapolták, mivel a kommunális bizottság még nem foglalkozott az üggyel. A bizottság estében nyúló ülésén egyebek mellett szó volt a vasútállomásnál balesetveszély miatt elbontott felüljáró újjáépítéséről, illetve a Pécsi tömegközlekedési RT járműállomány rekonstrukciójáról. Most pedig a legfrissebb tőzsdei információk a Duna Invest jóvoltából. A telefonnál Kababik József, fiók igazgató. Üdvözlöm. Üdvözlöm. Mi történt a budapesti értéktőzsdén ma? Miután tegnap a Dow Jones 2,3%-ot esett, és a jelentősebb európai tőzsdék is kb. 2-3%-os mínuszban vannak, a budapesti értéktőzsdén is jelentős áresés tapasztalható. Az irányadó index, a BUX kb. 300 pontot, azaz nagyjából 5%-ot veszített az értékéből, így jelenleg 5676 ponton áll. A forgalom mindez idáig nagyon alacsony volt, kivéve a MOL papírjait, több mint 3 milliárd forint értékben születtek kötések az olajipari társaság. És milyen helyzet esetleg a külföldi piacokon? Nincs már velünk, József? Hát akkor köszönjük szépen a jelentkezését, megszakadt a vonal, úgy látszik, sajnálom. Nézzük, milyen időre számíthatunk a nap hátra levő részében.
Időjárásunkat egy anticiklon alakítja. Napközben marad a felhős, borult, párás idő. Helyenként gyenge ónoszcitálás előfordulhat. A változó irányú szél gyenge lesz. A hőmérő higanyszála ma 1 és 3 fokig emelkedik. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk továbbra is!